Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Vasárnap immár 7. alkalommal szervez Kígyósi Katicás kovácsolós rendezvényt a Diabolo Alapítvány. Az esemény fókuszában most is a cukorbeteg gyermekek, fiatalok és családjaik lesznek. A részletekről a szervezet elnökével, Kosznáné dr. Pule Ilonával beszélgetek. Üdvözlöm a stúdiónkban. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Kígyósi Katicás kovácsolós rendezvény, mit takar az elnevezés? Hát ez a csodás kis elnevezés egyrészt ugye takarja Szabad Kígyóst, ahol ugye a Diabolo Alapítványnak a fellegvára van. A katica pedig azt a kis hétpettyes katicát jelképezi, ami a mi diabéteses életünknek a részét takarja. A kovácsolós az pedig ugye azt jelenti, hogy kovácsolunk ezen a rendezvényen barátságokat, köteléket, pajtikat. És ahogy már említetted, valóban 7. esztendeje kerül megrendezésre ez a nagyon aranyos kis rendezvény. És ahogyan láthatjuk, elárasztották a katicák a stúdiót is. Miért pont a katica a jelképe a szervezetnek? A szervezetnek azért a kis katica lett a jelképe, hiszen ezen a kis állatkán 7 petty van. És abban az esetben, amikor mérjük és nézzük a gyermekeknek a hemoglobin A1 szintjét, ami egy 3 hónapos átlagos vércukorszintet mutat meg, az a jó, akkor jó edukált a gyermek, akkor van jól karbantartva a diabétesze, hogyha ez az érték 7, illetve ez alatti. És a 7 pettyes katica bogár ezt jelképezi, hogy ezek a gyermekek ebben az esetben jelképesen kis katicává válnak. És ahogyan már elhangzott, magát a rendezvényt immár 7. alkalommal szervezik meg. Mi ennek a célja? Hát elsősorban az a célja, hogy kapcsolatba kerüljünk azokkal a gyermekekkel, azokkal a családokkal, illetve az oktatási intézményekkel, akikkel az előző egy esztendőben nem sikerült, és így hívnánk fel a figyelmet arra, hogy az alapítványunk itt van, számíthatnak rá, és abban az esetben, hogyha valamilyen konkrét dologgal is keresnek meg bennünket, akkor minden létezhető módon kurátortársaimmal, illetve a már ugyancsak 7. esztendeje működő 7 pettyes szülői mentorhálózattal próbálunk segítséget nyújtani az arra rászorulóknak. A hétvégi rendezvénynek 2 fő része lesz, az első hivatalosabb, ahol is országosan egyedülálló módon kis katicákat avatnak. Ez mit jelent? Igen, igen. Valóban 2 részre tagolódik ez a rendezvény. Az első része Szabadkígyóson a Dréher pizzériában zajlik, ahol ugye találkoznak a régen látott barátok, cimborák, illetve a már említett új barátságok is köttetnek, és ezen a rendezvényen avatjuk úgymond jelképesen kis katicává azokat a gyermekeket, akik az előző évben lettek diabéteszesek, és megtisztelnek bennünket azzal, hogy elfogadják a meghívásunkat, és részt vesznek ezen a rendezvényen, és ugyancsak ezen a rendezvényen vonjuk be azokat a szülőket is, akiknek a gyermeke, és még nem találkoztunk velük, akiknek a gyermeke az előző egy esztendőben vált egyes típusú cukorbetegé, és megragadom az alkalmat, hogy megmutassam ezt a 2 kis aranyos jelvényt, ez a kis katica jelvény, a másik pedig a 7 pettyes szülői mentorhálózat jelvény, amit jelképesen feltűzünk a gyermekeknek és a szülőknek, illetve van még egy nagyon szép kis pöttyös szalagunk, amit a falra akasztunk fel, és egy kis fallapocskára ráírja a gyermek a nevét, ráköti tulajdonképpen erre, és így is köttetünk barátságot, köteléket és pajtikat. És ezzel együtt el is indítják az új tanévben ezeket a fiatalokat, de nem csak őket, hanem a felsőoktatásba készülőket is. Őket hogyan? Igen, nagy öröm és boldogság tölti el a lelkünket kurátortársaimmal akkor, amikor ugyancsak már évek óta működő Diabolo tarisznyát, ezt is szeretném megmutatni, nyújtjuk át azoknak, a Békés vármegyei fiatal felnőtteknek, akik felsőfokú oktatási intézményben kezdik meg a tanulmányaikat most ősszel. Ebbe a tarisznyába egy nagyobb pénzösszeget helyezünk el, segítve ezzel ezt az indulást, illetve elhelyezünk még benne egy almát, és így nyújtjuk át annak a fiatal felnőttnek, aki ugye tanult és folytatja a tanulmányait. Jelenleg is orvosi egyetemre, gyógyszerészeti egyetemre, illetve egyéb más oktatási intézményben nyertek felvételt a mi kis katicáink, akik immár ugye nagy katicák lettek. Az iskola kezdés az korosztálytól függetlenül az azért mindig izgalommal tölti el az embert, a fiatalokat, gyermekeket, és készülni is kell rá. Mennyivel másabb ez a készülés akkor, hogyha diabétesszel élnek együtt?
Hát nyilván sokkal másabb, de azok, akik ugye korábban is már abban az oktatási intézményben jártak, ahova most is mennek, ott azért már kialakult ez, illetve a kormányzati intézkedésnek köszönhetően is vannak ugye a oktatási nevelési intézményekben olyan pedagógusok, akik kiképzést kaptak, illetve tanulták az egyes típusú diabétesznek a kezelését. Nagyon fontos a számunkra, hogy abban az esetben, hogyha bármelyik nevelési vagy oktatási intézmény igényli, akkor akár a Békés megyei gyermekdiabétesz gondozó, akár az alapítványunk áll a pedagógus társadalom rendelkezésére, és nagyon szívesen elmegyünk, elmondjuk, segítünk, és adott esetben bizonyos szituációkat felelevenítve próbálunk segíteni, hogy a hátrányos megkülönböztetés ne érje ezeket a gyermekeket. Mi ennek a mechanizmusa, hogyan indul el, amikor egy gyerekről kiderül, hogy diabéteses, hova fordulhat elsőként a szülés segítségért? Hát az első mindig a szakma, hiszen mi csak egy háttér dolgot tudunk nyújtani a szülőknek, de ugyanakkor alapítványunknak olyan társadalmi szerepvállalása van, amit nyilván az egészségügyi intézmény nem tud nyújtani, és nyilván nem is feladata. Mi pedig ugye ezt a háttér segítséget szeretnénk a későbbiekben is nyújtani a családoknak és a már említett oktatási nevelési intézményeknek is, ami megkönnyíti úgymond a hétköznapokat, gyakorlati tanácsokat tudnak adni a szülők egyik a másikának. Azt szoktuk mondani, hogy nem baj, ha sír a telefon, itt nem lehet butaságot kérdezni, hiszen ezen a rettenetesen nehéz időszakon mindenki átmegy. Most is van olyan közöttünk, aki maga is felnőtt már diabéteses, és akkor, amikor ő diabéteses lett, akkor nem volt ilyen segítség. És most látja a diabétesesként, hogy mennyi plusz, mennyi pozitívumot tud nyújtani bizonyos esetben az alapítványunk. Én csak azt tudom mondani bárkinek, hogy nyugodtan keressen bennünket, természetesen még egyszer megerősítem, első a szakma, a gyermekdiabétesz gondozó, de nyugodtan keressék az alapítványunkat, és a lehető legszélesebb módon próbáljuk a segítőkezünket nyújtani az arra rászorulóknak. Különböző oldalakon tájékozódva azt olvashatja az ember, hogy egyre többen érintettek a cukorbetegségben, és hogy egyre fiatalabbak is érintettek. Ezt mennyire tapasztalják az alapítványban? Valóban több a megkeresés? Hát igen, sajnos ez egy ilyen társadalmi tendencia, és természetesen Békés Vármegye sem maradt ki ebből, vagyis sajnálatos módon Békés Vármegye sem maradt ki ebből. Valóban nagyon sok fiatal, akár már fél éves vagy egy éves kisgyermek is egyes típusú diabétesessé válik, és hát bizony ezt az időszakot rettenetesen nehéz megérteni, és nyilván egy új életformát elkezdeni, de tudom, most lehet, hogy aki ebbe a cipőbe jár, annak ez közhely lesz, de valóban működik, megy az élet, igen, kicsit másképp, sokkal nagyobb odafigyeléssel, sokkal nagyobb empátiával, bizonyos esetben sokkal több sírással, de azt gondoljuk, hogy valóban nyilván ezek a fiatalok, ezek nagyon-nagyon értékes és különleges emberekké tudnak válni a diabétesszel együtt. Említette, hogy akár fél éves, egy éves korban is derül neki mostanában cukorbeteg, diagnosztizálnak ilyen fiatal gyerekeket. Mi itt az a jel, amire a szülő felfigyelhet ebben a fiatal korban? Hát igen, vannak az egyes típusú diabétesznek tipikus jelei. Az egyik az ugye az, hogy nagyon sokat iszik a gyermek. Ennek hozadékaként ugye nagyon sokat kell neki menni a mosdóba. Ez egy tipikus tünet. Az is tipikus tünet, hogyha a gyermek fogy, illetve az is, hogyha álmosabb, fáradékonyabb, de az első talán, amire a legjobban oda tudunk figyelni, és a leghamarabb észreveszünk, az az ivás, illetve az, hogy nagyon sűrűn kell neki elmenni a mosdóba. Természetesen nyáron ez nehezebb, hiszen egyébként is ugye ebbe a forróságba sok folyadékot fogyasztunk, de minden egyes gyanú esetén azt gondolom, hogy fel kell keresni a házi orvost, és nagyon egyszerű vércukorméréssel megállapítható, illetve ugye ezt követően pedig ugye laboratóriumi vizsgálatokkal lehet igazolni azt, hogy diabéteses lett a gyermek, vagy pedig valami egész más ok áll mögött. Amikor egy ilyen diagnózist megkap egy személy, az egész közvetlen családját érinti, hatással van, átalakul akár a napi rend, átalakul az étkezés. Ki fogadja ezt nehezebben, az, akit diagnosztizálnak a betegséggel, vagy a család? Ki szorul inkább segítségre, hogy látja?
Hát mind a ketten segítségre szorulnak, de leginkább anya. Tehát anya az, aki abban az esetben, abban a szituációban a legnagyobb segítséget igényli. Vannak ennek a megélésnek különböző fázisai, különböző folyamatai, amiben nyilván minden fázisban, minden folyamatban lehet megfelelő segítséget kérni, illetve megfelelő segítséget kapni, és ezt követően pedig a diabéteses gyermeket nevelő anyukák azok varázslókká válnak, mert hogy finom, többfogásos ételt tudnak varázsolni úgy a semmiből, hogy annak megfelelő szénhidrát tartalma legyen, és minden egyes vércukorszint esetén tudjon a gyermeke valamit fogyasztani, még akkor is, hogyha esetleg nagyon magas a cuki, de mégis azért valamit tudjon enni a gyermek. Tehát az anyukák azok nagyon sérülékenyek ilyenkor. Visszatérve kicsit a hétvégi rendezvényre, milyen programokkal segítik majd az összekovácsolódást? Hát a Dreher pizzériában ott ilyen standard programok vannak, lesz arcfestés, különböző élményfestés is lesz szakembernek a bevonásával, az elmaradhatatlan foci, illetve az ugyancsak elmaradhatatlan csocsó a fiúknak. Ugye ezt követi majd a kis katicalvatás, illetve a már említett diaboló tarisznya, és nagyon-nagyon finom pizzával szoktak vendégül látni bennünket ebben a vendéglátóipari egységben, amit ezúton is nagyon szeretnénk megköszönni nekik. Pontosan kiszámolt szénhidrát tartalmú pizzákat kapunk, megfelelő diabetikus üdítők, illetve víz fog a rendelkezésünkre állni. Majd, amikor ennek a programelemnek vége, akkor látogatunk ki a szabadkígyósi Wenckheim kastély parkjába, ahol tovább folytatódik a katicás nap. Itt már egész másféle rendezvények lesznek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Békés Vármegyei Adó és Vám Igazgatóságának a közreműködésével fognak látni a résztvevők kereső kutyákat, akik ilyen különböző program, vagy különböző kereséseket fog végrehajtani, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy érdeklődésre fog számot tartani, illetve járőrkutya bemutató is lesz, de még ugyanitt a navosoknak köszönhetően különböző lőfegyvereket, golyóállomellint, bilincset, egyéb ilyen különleges dolgokat nézhetnek meg, illetve próbálhatnak ki a gyerekek, illetve a szülők. Ezt követően íjászkodás várja majd a résztvevőket, itt is lesznek buzogányok, pajzsok, tehát mindenféle fajta dolgokat kipróbálhatnak azok, akik ilyen bátornak gondolják magukat, és a nap zárásaként pedig a Sajt Kukac Duó vidám gyermek műsorával próbálunk majd kedveskedni a résztvevőknek. Az itt a kastélyparkban tartandó rendezvényre nagyon nagy szeretettel várjuk Szabadkígyós apraját, nagyját is, illetve a kastélyparkba látogatókat is nagy örömmel fogjuk várni, és reményeink szerint még egy apró kis ajándékkal is tudunk kedveskedni majd nekik, hogy vigyék az alapítványunk társadalmi szerepvállalásának a hírét, vigyék a jó hírünket a nagyvilágba. Akkor ez a nap nem a szakmaiságról fog szólni, hanem a szórakozásról, a kikapcsolódásról, a közösségépítésről, ugyanakkor elérhetőek, mint szakemberek jelen vannak. Természetesen a kuratóriumoknak a tagjai, hogyha őket megemlíthetem, nagyon nagy szerepet vállalnak ebbe, hogy ez így történjen meg, és ilyen jó módon tudja mindenki építeni ezeket az élményeket. Dr. Hajdúné Nagy Katalin gyermekdiabetológus, gyermekpulmonológus, kurátortársam elnök helyettes, dr. Viberá Zsuzsanna főorvosasszony gyermekkardiológus, nyilván ők képviselik a szakmát, de természetesen gyermekdiabetológiai szakápolók is részt vesznek majd ezen a rendezvényen, illetve két másik kurátortársam, Jalek Norbert, aki maga is már két gyermekes családapa, és 8 éves kora óta diabéteses, tehát ő abszolút tudja átérezni és képviselni a diabéteszt magát, illetve Lagziné Remecki Andrea anyatársam, aki mindig nagyon nagy pontossággal, nagyon nagy precizitással áll ezek mögött, a rendezvények mögött. Tehát nagyon nagy szeretettel várjuk a Békés Vármegyében élőket erre a rendezvényre. Most vasárnap, szeptember 10-én délután a Szabadkígyósi Wenckheim Kastély parkjába. Köszönöm, hogy a vendégünk volt, és eredményes munkát kívánok a továbbiakban is. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!